mit találtál? Itt egy tojás. Ó, de szuper! Igazi tojásvadászat zajlott egész vasárnap a kecskeméti vadas kertben. Az idén 50 éves állatkert húsvét alkalmából készült meglepetés programokkal. Zombori Népolyák Irén a kecskeméti vadas kertigazgató helyettese stábunknak elmondta, az idei évben megtartják a hagyományos programjaikat, ám az 50. évforduló alkalmából ezeket az eseményeket jóval magasabb színvonalon rendezik meg. A fél évszázados jubileum megünneplésére még színesebb, még gazdagabb programkínálatot állítottunk össze húsvétra, hiszen két évig nem tudtunk együtt húsvétozni, és ezt mindenképpen ezt is, és a jubileumot is meg kell ünnepelni, meg kell koronázni. És nem is akármilyen programokkal várták a családokat a vadaskerten belül és az előtte található parkban. A külső téren Csongrádi Béla, vagyis Káró a bűvész varázsolta el a kicsiket és a nagyokat, de koncertekkel, gyermekműsorokkal, bábelőadásokkal, bátorságpróbával és állatsimogatóval is várták a vendégeket. Családi napot szerveztünk ennek megünneplésére, úgyhogy mind a vadaspark előtti területen, mind pedig belül rendkívül színes programok kerülnek megrendezésre. Kívül például sok bábjáték, táncelőadás és koncert lesz a gyermekek és a családok számára. Az állatkerten belül pedig az elmaradhatatlan látványetetések és a gyerekek nagyon nagy kedvence a tojásvadászat lesz egész napon keresztül, amikor lehet megkeresni ezeket a szép tojás figurákat, amit pedig a pénztárakban be lehet váltani nagyon finom csemegékre, meglepetésekre. A vadaskert meg is telt gyermeknevetéssel, csillogó szemekkel, jókedvel. Egy olyan családdal találkoztunk, akik Angliából érkeztek haza a nagymamához. A lányom még kint élnek Angliába, és hazajöttek a kéthetes szünetre, iskolaszünetre, és ilyenkor mindenki szoktunk jönni az állatkertbe, etetni az állatokat, mert az uncsik nagyon szeretik simogatni, etetni a jószágokat. És ilyenkor jól érzik magukat, pár fotó készül, és akkor kint mutatják a gyerekeknek az iskolába. Úgyhogy nagyon jól érzik ilyenkor magukat. Nagy Ibolya unokája, Viktória otthonosan mozgott a nyusziknál. Otthon van nyulam, és nagyon szeretem őket. És hány darab nyuszitok van? Csak egy. És hogy hívják? Hop. Elmondod nekem, mit teszik a nyuszi? Szereti a füvet nagyon, meg a répát, meg a banánt. Azt szereti a legjobban. És itt a kecskéknél mi? Hogy érzed magadat? Látom, hogy megrohamoztak téged az előbb. Mi történt? Igen, kiszakította az acskót, mert nagyon akarta enni. Kecskemét gyönyörű oázisában pedig egy igazi húsvéti áldás is történt. Pontosan húsvét nagyhetén született két egészséges bárány a muflonok családjában, aminek nagyon örülünk, az anyák és a kölykök is jól vannak, és ezen a héten a kameruni törpekecskéknél is két hófehér ikergida született, tehát ezt valamilyen szinten egy áldásként könyveljük el. Az biztos, hogy ebben az évben sem fogunk unatkozni, szinte minden hétvégén készülnek meglepetésekkel a jubileum alkalmából.